estét kívánunk, a Pannon Televízió híradója következik. Január 15-e van Lóránd és Lóránd névnapja. 109 éve született Tellerede, magyar fizikus, az atombomba egyik kifejlesztője, a hidrogénbomba program irányítója. 482 évvel ezelőtt 8. Henrik bejelentette, hogy ő az anglikán egyház feje. 395 éve pedig megszületett Molière, francia vígjátékíró és színész, egyebek mellett a Tartuff és a Fösvény szerzője. Most következzenek a nap legfontosabb hírei egy-egy mondatban. A szerb államfő szerint Pristina fittyet hány a brüsszeli megállapodásra és háborút akar kirobbantani. Kiosztották a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség Magyar Életfa díját, aranyplakettjét és plakettjét. Helyreállt a szerbiai közúti, vasúti és légi közlekedés is. Megvédi a hótakaró a vetéseket, de későn jött. Pristina fittyet hány a brüsszeli megállapodásra és háborút akart kirobbantani azzal, hogy különleges egységeket küldött Észak-Koszovóba, mondta ma Tomislav Nikolić szerb államfő a Nemzetbiztonsági Tanácsülését követően. A tanácskozást az a bizonyos vonat miatt hívták össze, amelyet tegnap indítottak Belgrádból Koszovszka Mitrovicába. Nem ért célba, Alekszandar Vučić kormányfő utasítására ugyanis visszafordították. Az eset felkorbácsolta a kedélyeket a térségben. Óriási rendőrségi készültség a koszovói oldalon. Szerb nemzeti ének a vonaton, még az adminisztrációs határvonal szerbiai oldalán. Ezek még a szombati események. A botrányvonat végül visszatért Belgrádba. A szerelvényen a gazdag díszítés mellett 21 nyelven, köztük albánul is azt lehet olvasni, hogy Koszovó szerb föld. Szombaton a biztonsági szolgálatok koordinációs irodája ülésezett, ma pedig már a Nemzetbiztonsági Tanács ült össze a szerb fővárosban. Provocirom time što tvrdimo da je Kosovo i Metohija Srbija. E pa mi ćemo nastaviti takve provokacije. Ako je to provokacija. Nem ismerjük el Koszovó függetlenségét, és ezt elkezdtük hirdetni is, erről van szó, jelentette ki a tanács ülése után tartott sajtótájékoztatón Tomislav Nikolić. Pristina következő próbálkozásának rossz vége lesz, ha kell, katonákat is küldünk, hogy megvédjük szerb honfitársainkat, figyelmeztetett a szerb államfő újságírói kérdésre válaszolva. Ako budu ubijali Srbe, da. Ne samo vojsko, svi ćemo da idem. Evo ja ću idem prvi. Nije mi prvi put. Mindezek ellenére hozzátette. Nećemo da ratujemo. Nije nam do rata. Još uvijek nešto tretiramo kao sitne provokacije. A brüsszeli megállapodás csak arra szolgál, hogy a szerbeket a kötelezettségeire emlékeztesse, az albánoknak pedig csak annyit ér, hogy egyszerűen letapossák azt, húzta alá a szerb elnök. A párbeszéd témája most csak a vonat lehet, különben nem látja értelmét a tárgyalásoknak az ideiglenes pristinai intézményekkel, illetve az Európai Unióval, fogalmazott Nikolić. Elmondta, úgy tűnik a vonattal kapcsolatos események a leköszönő amerikai adminisztráció végső rángatózásai. Az EU-nak válaszolnia kell a kérdésre, hogy a koszovói miniszterelnök igazat mondott-e, miszerint élvezték Brüsszel támogatását az eset kapcsán, fűzte hozzá még a szerb elnök. A nagyhatalmak hallgatólagos beleegyezésével teszik meg lépéseiket a koszovói vezetők, nyilatkozta Márko Gyurić a Pink televíziónak. A szerb kormány koszovói irodájának vezetője elmondta, a Koszovszka Mitrovicába tartó belgrádi vonat megállítása az emberi jogok, a mozgás szabadságának legdurvább megsértése. Egy olyan szerelvényről van szó, amely jobban összekötötte volna az embereket, és megkönnyítette volna az életüket, tette hozzá Gyurić. Leszögezte, nem egy új járat bevezetéséről beszélünk, hanem a meglévő útvonalának meghosszabbításáról. Elmondta, naponta több tucat albán fuvarozó közlekedik Szerbiában, különböző jelképekkel és feliratokkal, gond nélkül. A Koszovó területén élő szerbek ma tüntetést tartottak Koszovszka Mitrovicában, az ellen, hogy a koszovói vezetés nem engedte be Koszovó területére a tegnap Belgrádból Koszovszka Mitrovicába tartó vonatot. A koszovói szerb lakosság úgy érzi, hogy ennek a tettnek elnyomási és megfélemlítési szándéka volt. A tüntetők a város központjában lévő téren gyűltek össze. A rendezvény incidens nélkül ért véget.
A koszovói kormányfő szerint minden, ami történt a vonattal kapcsolatban, egy szükségtelen helyzet volt, amelyet Szerbia idézett elő. Issa Mustafa hozzátette, a koszovói nemzetbiztonsági tanács értékelése szerint Szerbia a Koszovóban fennálló helyzetet akarta elbizonytalanítani. Lehetővé tesszük a mozgás szabadságát, azonban ilyen provokációknak nem engedünk, tette hozzá a koszovói miniszterelnök. Külön megköszönte az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió országainak támogatását a helyzet megoldásában. Megdöbbentő Brüsszel reakciója a vonat kapcsán, nyilatkozta Alexander Vulin a szerbiai közmédiának. A munkaügyi, foglalkoztatási és szociálpolitikai miniszter szerint az Európai Unió értékrendje egy csapásra megváltozik, ha szerbekről van szó. Tegnap ugyanis Pristina arra kérte az EU-t, hogy állítsák meg azt a barátság vonatának nevezett szerelvényt, amelyen a gazdag díszítés mellett 21 nyelven, köztük albánul azt is lehet olvasni, hogy Koszovó szerb föld. Pristina kérésére az a válasz érkezett, hogy ez nem az unió dolga. Ráadásul különleges egységek érkeztek Észak-Koszovóra, ahol egy albán sem tartózkodik, a brüsszeli megállapodás ellenére, emelte ki Vulin. Ta Brüsszel jest iznenađujući. Budući da je Brüssel između ostalog garant slobode kretanja. Šta je sa slobodom kretanja? Hoće li svaki srpski voz koji inače već 18 godina ide svakog dana iz Kraljeva za Kosovsku Mitrovicu biti zaustavljen dugim cevima? Hoće li svaki automobil ili autobus sa srpskim registarskim tablicama biti zaustavljen sa dugim cevima? Da, veoma me iznenadila reakcija Evropske unije i veoma je čudno da se protive slobodi kretanja za koju su se toliko zalagali. Tegnap este tartották meg Zentán a Művelődési Házban a Magyar Kultúra Napja délvidéki központi ünnepségét, amelynek keretében átadták a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség Magyar Életfa díját, aranyplakettjét és plakettjét, valamint kihirdették a Vajdasági Szép Magyar Könyv 2016 című pályázat eredményeit is. Szombaton a Zentai Művelődési Ház kiállító termében Dormán László és Péter László közös tárlata előzte meg a Magyar Kultúra Napjának délvidéki ünnepi műsorát. A hagyományokhoz híven a rendezvény kezdetén a Kárpát-medence harangjátéka és a nemzeti imádságunk után Dudás Károly, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke köszöntötte az egybegyülteket. Nekünk délvidéki magyaroknak a legnehezebb időkben is voltak barátaink. Odaállt az anyországban, szerte a Kárpát-medencében, még a diaszpórában élő nemzettársaink soraiban is. Segítettek bennünket kikecmeregni legkülönbözőbb gödrökből, amelyekbe a kisebbségi sors megpróbáltatásai taszítottak bennünket. Az esten sor került a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség legrangosabb elismerésének, a Magyar Életfa díjnak, az aranyplakettnek és a plakettnek az átadására. Magyar Életfa díjban minden évben legfeljebb 4 olyan személy tüntetnek ki, akiknek életműve a délvidéki magyar kultúra, illetve közművelődés valamely ágához kapcsolódik, és ezen a területen maradandót alkottak. Idén Dormán László fotóriportert, Fagyas Józsefet, a Csörgő Citere zenekar alapítóját, Hódi Éva magyar tanárt és könyvtervezetőt, és Siling István néprajz és nyelvjárás kutatót részesítették elismerésben. Aranyplakettet idén Pirityiné Szabó Judit, a magyar miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának kapcsolattartási főosztályvezetője kapott, amiért tevékenységével hozzájárult a délvidéki és az egyetemes magyar kultúra gazdagításához. Megtisztelő, mert azt gondolom, hogy a közös munkánknak az elismerése ez a díj, és hát az sem baj, ha időnként egy kicsit a nemzetpolitikára is ráirányul a figyelem, és hát valahol úgy érzem, hogy ez az államtitkárságunk tevékenységének is az elismerése. A plakettek átadása után kihirdették a Vajdasági Szép Magyar Könyv 2016 című pályázat eredményét is. A pályázatra 20 kiadó 46 kiadvánnyal pályázott. A díjat a Fórum Könyvkiadó Intézetnek ítélték oda Juhász Erzsébet Határregény című könyvéért. Az ünnepség alkalmi műsorában ezúttal Görög Noémi és Görög Enikő zongora művészek, Lőrinc Tíme a színész, valamint Mezei Szilárd Túl a Tisztán Innen ensemble tagjai működtek közre. Te
teljes mértékben helyreállt a szerbiai közúti, vasúti és légi közlekedés is, közölte az építésügyi, közlekedési és infrastrukturális minisztérium. A korábbi napokban lehullott nagy mennyiségű havat eltakarították, és minden utat járhatóvá tettek. A hidegnek azonban halálos áldozata is van. Dél-Szerbiában egy 49 éves férfi fagyott halálra. A hőmérséklet emelkedésével hirtelen olvadásnak indult a Morava-menti térségben a hó. A Morava jege azonban nem engedett fel. Szerbiában a folyók 70%-át vastag jégréteg borítja, aminek következtében a Szerbia Vizei Közvállalat rendkívüli helyzetet hirdetett. Svilajnac, Despotovac, Jagodina, valamint Csupria, Paracin és Csicsevác területére. A Duna Apatini szakaszán a jég vastagsága eléri a 2 métert, és már több jégtorlasz is kialakult. Egy folyami kikötőt is tönkretett a jég. A széttört dunai kikötő részei is veszélyesek lehetnek, amennyiben kiszabadulnak a jég fogságából, és megindulnak az árral. 90 kilométerre hirdettek árvízvédelmi készültséget. Hétfőre várják azoknak a magyarországi szakembereknek az érkezését, akik majd megsemmisítik a jégtorlaszokat 2 jégtörő hajóval. A szerbiai szakemberek folyamatosan törik a jeget. A Dunán úszó jégdarabok további problémákat okoznak, mert mindent elsodornak, ami az útjukba kerül. Az Apatinnál lévő jégtorlaszok után a Dunán sodródó jégdarabok Újvidéknél és Belgrádnál is okozhatnak károkat. Az illetékesek szerint azonban nem kell válsághelyzet kialakulásától tartani. Az egyedüli kritikus pont a Belegisnél lévő jégtorlasz lehet, mert annak darabjai a belgrádi Pupin híd tartószlopaihoz ütődhetnének, ami akkor komoly károkat idézhetne elő. Halálos áldozata is van az elmúlt napok alacsony hőmérsékleteinek. Halálra fagyott egy 49 éves lakos Retkocer faluban, a dél-szerbiai Medvegya községben. Mitar Jubiszavjevics egyedül élt, és a házától néhány méterre találtak rá a hóban. A keresést a szociális központ munkatársai kezdték meg, akiknek a felügyelete alatt állt. A férfit 2 napja nem találták otthonában. A hidegtől és a fagyoktól azonban még egy ideig nem búcsúzhatunk el. A Szerbiai Hidrometeorológiai Intézet munkatársai az elkövetkező napokra is mínuszfokokat és további havazást jeleztek elő. A leghidegebb területen a hőmérő higanyszála akár -10 fokig is süllyedhet, ami miatt a folyók jégrétege is tovább vastagodhat. A Duna Apatini és a horvátországi Dajánál lévő részén a jégtorlaszok megindultak, és Palánkánál árral szemben állapodtak meg. Annak érdekében, hogy ne alakuljon ki jégtorlasz a mai közös szerb-horvát-magyar megbeszélésen Zomborban, magyar jégtörő hajó bevetését szorgalmazták. A helyzet a Dunán lassú ütemben, de rendeződni látszik. Imamo poboljšanje situacije na sektoru od na dunavskom sektoru od Novog Sada pa do Bezdana. Došlo je do značajnog smanjenja količine leda, ali dalje imamo manja 2 ledena čepa u Borovom selu i nešto malo uzvodno od Borovog sela. Kod Alja je također još uvek ledeni čep, mada je i on popustio i tu je došlo do određenog curenja leda. A mostani hótakaró megvédi a vetéseket, de késő jött, így az azt megelőző hideg, száraz fagy valószínűleg jelentős károkat okozott a mezőgazdasági parcellákon. A késői vetésű búza, árpa és repce, valamint a gyümölcsösökben a barack fagyott el sok helyen a szabadkai határban. A Masa család a szalatornyai homokon almát, a kispiaci földeken szántóföldi kultúrákat termel. Az almafákban egyelőre nem tapasztaltak fagykárt. Gyümölcsösökben még nem, mert vegetáció még áll, tehát ezeket még szerintem nem bántotta a hideg. Szántóföldi kultúrákban ez a szárazfagy a buzaárpa vetéseknek nem igazán használ, mivel nem volt hótakaró. Sok helyen a fiatal növények be vannak sárgulva, a hótakaró most a nedvességet és a fagytól való védelmet is biztosítja a vetésnek. A szakemberek szerint most is jól jött a hóesés, viszont előbb lett volna szükség a hótakaróra. Az optimális időben elvetett búza, árpa és olajrepce állapota kielégítő, viszont a késői vetések alapos fagykárt szenvedhettek. A károk mértéke majd tavaszra derül ki, bizonyára lesznek olyan parcellák, amelyeket újra kell vetni.
A búzák vannak, amik kikeltek időbe, azok valamennyi egyetlen elég, csak ez a aszfalt nem nagyon jó neki. Amik későbben lettek, vette azt a vajak felét kiszedik, meg nem is nagyon kikelni, amik későbben vettek. Búzából hiány lehet, mert az alacsony felvásárlási ára miatt egyébként is kevesebbet vetettek belőle, olajrepcéből viszont sokat. A nagyobb levelek kicsit megfagytak, mégis ez a növény tűri a legjobban a száraz fagyot, nem úgy, mint bizonyos gyümölcsfák. Amik a legérzékenyebb gyümölcsfák, azok az egyedül az őszi baraszt tulajdonképpen. Na, azokat én gondolom, hogy az idén az őszi barasznak az ára meg fog lenni, azért, mert ugye ezekben elég sok károkat okozott ez a hideg, mert ezek nem bírják ezt a bizonyos hideget, mert érzékenyek rája. Egyébként nem csak a szántóföldeken okoztak gondot a kemény mínuszok, hanem az állattenyésztőknél is. Sok helyen az ólakban, az istállókban befagyott az itatórendszer. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Hamarosan napkollektorok melegítik a vizet a topolyai Bambi iskoláskor előtti intézményben. Brasnyú Antal, a Fokos és a Juhász zenekar szórakoztatta tegnap a közönséget Szent Tamáson. Vuk Jeremics bejelentette, hogy indul a szerbiai elnökválasztáson. A politikus kiemelte, a napokban ismerteti a programját, mert, ahogy fogalmazott, Szerbia államfőjének rendelkeznie kell állásponttal. Többek között támogatja majd a közberuházásokat és serkenti a kivitelt. Továbbá felül kell vizsgálni egyes politikai lépéseket, vagyis arra kell törekedni, hogy Szerbiában növekedjen a személyes fogyasztás, amit gátolnak a válogatás nélküli megszorító intézkedések, tette hozzá. A jelenlegi hatalom azt hangoztatja, hogy mennyire jól mennek dolgaink, én meg úgy tartom, szégyenletes, hogy gazdaságilag mennyire rosszul állunk, mondta Jeremics, aki előzőleg már betöltötte Szerbia külügyminiszteri posztját. Uveren sem, da zajedno imamo snage, da promenimo ovaj nazadni sistem i da stvorimo dostojanstvenu, suverenu i razvijenu državu. Srbiju čiji će građani biti slobodni, sigurni i samostalni. Zemlju čije se vlasti građani neće plašiti. Zemlju u kojoj se ne šapuće, već slobodno i glasno govori. Vuk Jeremicsnek a politikájával sikerült összeugrasztani a Szerbiát a legbefolyásosabb országokkal, most pedig államfőként béke közvetítő szeretne lenni, jelentette ki Zorana Mihajlović, a Szerb Haladó Párt elnökségi tagja közleményében, reagálva arra, hogy Vuk Jeremics jelölteti magát az elnök választáson. Hozzátette, Jeremics csak egy hamis békéltető. Azon sem csodálkozna, ha Jeremics miután veszít a választáson, újra elhagyná Szerbiát, futva, keresve valamilyen nemzet közítiséget. Mihajlović bízik benne, hogy a lakosság nem felejtette el, hogyan vezette annak idején Vuk Jeremics és pártja az országot. Mi itt vagyunk, hogy emlékeztessük őket, tette hozzá a Haladók elnökségi tagja. Véget ért a téli szünet, holnap már megkezdődik a második fél év Vajdaságban és az általános iskolások számára június 13-áig tart. A végzős nyolcadikosok pedig május 30-án mennek majd utoljára iskolába. A végzős gimnazisták május 23-áig járnak iskolába, a 3 és 4 éves középiskolások végzősei május 30-áig, a többi középiskolás diák pedig június 20-áig. Hamarosan napkollektorok melegítik a vizet a topolyai Bambi iskoláskor előtti intézményben. Az óvoda a tartományi energetikai titkárság pályázatán több mint 1 millió dinárt kapott a gazdaságos és környezettudatos beruházás megvalósításához. Meleg víz, szappan, kéztörlő. Étkezés előtt mindig kezet mosunk. Így tanulják már az óvodában is a gyerekek. Az óvodában igyekszünk őket megtanítani elsősorban a helyes kézmosásra, mert hát ez a betegségek megelőzésének az alapja, ugye? És ez azért fontos, hogy itt megtanulják, mert hát amit kiskorukban megtanulnak, és amit itt megtanítunk velünk, arra lesz igényük később is.
Egy óvodás naponta 3,5-től 5 liter vizet használ el a napköziben. Ez több mint 1000 liter a 250 gyerek esetében. A gazdaságosság és a környezet tudatosság jegyében napkollektorokra pályázott a topolyai óvoda. A napközink a Duna utca 8-as szám alatt található, és erre az épületre lesz elhelyezve 10 napkollektor, amelyek össze lesznek kötve majd egy 1500 literes víztartállyal. A víztartályból elvezetjük majd a vizet 10 csoportszobába, mivel az intézményünkben összesen 3 bölcsődei csoport van, illetve 7 napközis csoport. A beruházás összértéke mintegy 1.400.000 dinár, melynek 20%-a önrész, a többit pedig a tartományi energetikai titkárság pályázatán nyert összegből fedezik. Felejthetetlen élményben volt részük azoknak, akik részt vettek tegnap este az Őseink zenéje népzenei rendezvényen Szent Tamáson. Az eseményen Brasnyó Antal és zenekara kábráztatta el a közönséget koncertjükkel. A zenészekhez idén Csizmadia Anna is csatlakozott. A zenés rendezvényt Radivoj Paruski, a Szent Tamási Községi Képviselőtestület elnöke nyitotta meg. A pozitív visszajelzések idén sem maradtak el. Az Őseink zenéje idén is töretlen sikert aratott. A kezdetitől végig prima volt, nagyon jó. Nagyon szép volt, én most voltam először csak még, nem voltam sose, de nagyon tetszett. A hazai zene, vagyis az a mi berkeinkből levő zene nagyon, nagyon megkedveltük, és nagyon szerettük volna hallani, nem is tudtuk, hogy ilyen jó zenészeink vannak valójában. Brasnyó Antal a Fokos és a Juhász zenekar tagjaival karöltve közel másfél órás koncerttel varázsolt el a népzene rajongóit. Bárki bármit rájátszhat, ami abba belefér. Szóval nincs az, hogy most jaj, ez meg van kötve, azt ezt most csak így, hanem így szabadjára engedni az egészet. Én szerintem akkor él a zene igazán, hogyha szabadjára van engedve. A zenekar tavalyi koncertjéhez képest most egy szerte ágazóbb, a Kárpát-medence szinte minden tájegységét felölelő népzenei műsorral lépett színpadra. Hát igazából mindenki bele tudja képzelni azt, amit éppen érez. Úgyhogy a közönségnek egy kis szabadságot adunk, hogy a zenénk által engedje szabadjára a fantáziáját, és érezze jól magát. A koncerthez idén vendégelőadóként Csizmadia Anna is csatlakozott. A bácskertesi népdalénekes számára nagy öröm volt, hogy végre az Őseink zenéje rendezvényen is felléphetett. Többször, szerintem 4-szer már meglettem hívva, és mindig vagy vizsgaidőszakon volt, vagy egy másik föllépést vállaltam már el, és így sajnos mindig le kellett mondanom, úgyhogy ma ez egy ilyen történelmi pillanat, hogy számomra, hogy én is énekelhetek itt ma. Az Őseink zenéjét idén már 15. alkalommal szervezték meg. Lévén, hogy farsangnyitásról van szó, lévén, hogy jókedvről szól, a mese népzenéről szól, nem utolsó sorban az ittmaradásunkról szól, nincs nekünk ezzel gondunk, tehát a munka részével, csak közönség legyen. A népzenei esemény idén is, már hagyományosan, késő éjszakáig tartó táncházzal zárult. Holtversenyben két együttes, a Leander Kills és a Roma Soul nyerte a dal 2017 első válogató műsorát szombaton. A zsűri döntésével még Sing Vicky, a Spunt Ventifán és Anderson Dávid, a tévénézők szavazataival pedig Benji jutott tovább az elődöntőbe a Magyar Közmédia Show műsorában. A második válogatót január 21-én, a harmadikat január 28-án rendezik. Ezekből is 6-6 dal jut a két elődöntőbe, amely február 4-én és 11-én lesz. A dal február 18-ai döntőjébe 8 produkció jut. A győztes képviseli Magyarországot az idei 62. Euróvíziós Dalfesztiválon május 9-e és 13-a között az ukrán fővárosban, Kijevben. Az autósok és a motorosok mezőnyében is többen történelmet írtak az idei Dakar Rallyn. A veterán Stefan Peter Hansel 13. alkalommal nyerte meg a világ legnehezebb rally versenyét. A francia versenyző 6-szor motorral, 7-szer pedig autóval nyert.
A motorosok közül Sam Sunderlandnek először sikerült befejeznie a Dakart, és rögtön nyert is. A Dubajban élő versenyző az első brit, aki nyerni tudott ezen a viadalon. A szabadkai szagmeister Gábornak hetedszer sikerült célba érnie, ezúttal a 73. helyen. Minden Dakar győzelemnek számít az én életemben, különösen itt a világbajnokságon célba érni a rally versenyen, ez nagyon nagy dolog számomra, és szeretném mindenkinek ezt az érzést átadni, hogy mindenki ezt érez, amit én most érzek, mert ez egy nagyon jó dolog. És szeretném mindenki, hogy ilyen boldog legyen, mint én most ebben a pillanatban, hetedszer sikerült célba érnem, remélem nem utoljára. A magyarországi Dési János a harmadik Dakarján hajthatott fel a pódiumra. Ő összetettben az 56. helyen végzett. Nagyon boldog vagyok, hogy itt vagyok a célba a pódiumon. Én már harmadik alkalommal leírhatatlan érzés végcsinálni ezt a két hetet. Nagyon nagy szenvedések árán jutottam el idáig, és nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek. A romániai Gyenes Emmanuel hatodik alkalommal motorozta végig ezt a versenyt. Az erőt próbáló megmérettetésen ő a 17. helyen ért célba. Volt egy hajrá így a végére. Igen, sikerült a top 20-ba, elértem a 17. helyet, amire megmondom, a pihenőnap után nem számítottam rá, mert akkor a 29. helyen voltam, és azt hittem, hogy a 20. hely is nehéz lesz, hogy meglegyen, de végül egy kis szerencsével, meg egy kis odafigyeléssel meglett ez a 17. hely. A 2017-es Dakar Rally a verseny történetének 38. megmérettetése, és már 9. alkalommal tartották Dél-Amerikában. A verseny Paraguay fővárosában, Asunciónban kezdődött, és Bolívián keresztül végül Argentína fővárosában, Buenos Airesben fejeződött be. Idén összesen 317-en vágtak neki a csaknem 8800 kilométeres távnak. A szabadkai Champions A csapatának győzelmével zárult a 4. téli Vinogradár kupa. A királyhalmi korosztályos kispályás labdarúgó tornán 6 csapat mérte össze erejét. A korábbi háromszoros bajnok házigazda Vinogradár egyik csapata sem tudta kvalifikálni magát az idei téli Vinogradár kupa legjobb 4 együttese közé. A kispályás labdarúgó torna elődöntőjében a szabadkai Champions A csapata 5-3-ra múlta felül a Györgyént. Az adai AFK pedig a Champions B gárdáját 5-2-re legyőzve jutott a fináléba. Az elődöntőket követő bronzmérkőzésen végül a Györgyén együttesen nyert apró vigaszt, ugyanis 4-2-re felülmúlták a szabadkai Champions B csapatát. Sikerükben kapusuk Dragan Szárit is kulcs szerepet vállalt, mint mondja, hálóőrnek lenni nem könnyű. Nem dovoljno samo da zna da brani, treba da radi. I da trenira ono dosta jako i drugače, ne samo kao igrač, treba da radi na sebi, to je to otprilike. A döntő fordulatos gólgazdag összecsapást hozott, amelyet végül 4-2 arányban a szabadkai Champions A csapata nyert meg. A végül másodiként záró adai AFK együttesének edzője azonban nem szomorkodott. Mindenféleképpen színvonalas tornáról beszélhetünk, illetve egy több fiatal is megmutatkozott a tehetség, de több fiatalnak is megmutatkozott a tehetsége. Én úgy gondolom, hogy a győztes, illetve az első három csapatban én úgy gondolom, hogy mind a három tényleg ott már igazi színvonalat képviseltek, úgyhogy én mondom még egyszer, tehát nagyon örülök ennek a tornának, hogy ezt az idén is még sikerült megszervezni. A bajnok csapat egyik legjobbja szerint nem vezetett könnyű út a győzelemig. Hát az ellenfelek eléggé kemények voltak, ők is nagyon küzdöttek az első helyé. A mi játékunk elég jó volt, összejátszottunk, jól védekeztünk, kontráink voltak, sok helyzetet ki is hagytunk, de törekedtünk, hogy jók legyünk és hogy győzzünk. A torna szervezője szerint a játékosoknak télen is biztosítani kell a játék lehetőséget, amire a téli Vinogradár kupa kiváló lehetőség. Szerintem nagyon színvonalas volt, kemény meccsek, senki nem tűnt ki, ilyen apró különbségek döntöttek. A 4. téli Vinogradár kupa gólkirálya Pósa Dudás Krisztián lett. A torna legjobb játékosának Megyeri Istvánt választották, a legjobb kapus címét pedig Dragan Szári gyűjtötte be. A híradó végéhez értünk, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. A szerb államfő szerint Pristina fittyet hány a brüsszeli megállapodásra és háborút akar kirobbantani. Kiosztották a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség Magyar Életfa díját, aranyplakettjét és plakettjét. Helyreállt a szerbiai közúti, vasúti és légi közlekedés is.
megvédi a hútakaró a vetéseket, de későn jött. Köszönjük figyelmüket, a 8 órai híradó után a Magyar Kultúra Napjának délvidéki központi ünnepségét láthatják, amit tegnap tartottak Zentán. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. És ha még több hírek kíváncsiak, látogassanak el honlapunkra, panonrtv.com-ra. Viszontlátásra!